Mit szólnál, ha a bőrszíned miatt háromszor nagyobb eséllyel igazoltatnának, vagy megbírságolnának azért, mert kopott a bicikligumid? Hogyan éreznéd magad, ha a polgármester csak azért, mert cigánynak születtél, problémásnak, nem kívánatosnak minősítene? És vajon miért van az, hogy a romákkal szembeni rasszista bűncselekményeket gyakran bagatelizálja a rendőrség? A hatóságoknak, közintézményeknek minden embert egyenlő méltóságúként kell kezelniük, ám nem ritkán megsértik ezt az alkotmányos követelményt. Szerintünk az egyetlen járható út az integráció és az egyenlő bánásmód. Ez közös felelősségünk. Te mit teszel ezért?